ci se ti hoccio je, Sara Violina. Az Óbudai Világzenei Hét a Kobuci Kertben nevű rendezvénysorozaton vagytok itt. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez talán a fesztivál történetének a legerősebb programkínálata, olyan világhírű világzenész művészekkel, mint a Barcelona Balkan Gypsy Orchestra, Chantal vagy éppen Lajkó Félix, vérteztük fel magunkat, és azt hiszem, hogy mindenféle más médiumon keresztül is igyekeztünk megszólítani a világzenét szerető közönséget, a filmvetítéstől a éppen mögöttem látható kiváló, nagyszerű Kássa Béla fotókiállításon át a színházig. Sok mindent találhat a közönség, hogyha ellátogat ezen a héten Óbudára, a Kobuci Kertbe. Bármilyen más zenének is, még akár egy Beethovennek is, vagy Mozartnak is, mindig népzene az alapja. Vagy egy Johann Straussnak valcer, például, vagy Csajkovszkinak egy valcer, vagy Chopinnek egy mazurka. Ezek mind népi cuccok. Ja, csak ezek vannak tovább dolgozva, hát itt is ez van. Abban már étkezik, ami van otthon. A Balkán. A Balkán meg az Alföld. Hát ez a Szabadka, meg ez az egész környék, meg maga ez a vajdaság, ott minden össze van legyítve. Annak idején ez a vajdaság úgy hívták, hogy a monarchia Szibériája. Mindenki, aki rosszul viselkedett Bécsbe, vagy bárhol, azt elküldték. Azt szokták gondolni, hogy a tematikus fesztiválok ideje lejárt, és mint a példa mutatja, mi ezzel kevéssé értünk egyet. Ez egy abszolút missziós ügy, hogy mindenféle peremműfajok mellé odállunk. A Kobucinak a története nagyon szorosan kapcsolódik a népzenéhez, a népzenétől a világzene felé vezető úthoz. Mindenféle ügy, ami a mainstreamen kívül, de mégis a mainstreamet táplálva, azt inspirálva születik, ez a számunkra nagyon fontos. A világzenei hét klasszikusan egy ilyen ünnepe ennek a műfajnak. Az új Enekvártett zenekarral érkeztem ide, ez talán mondhatom azt, hogy a legfrissebb formációm. A pandémia alatt kezdtem el a férjemmel, Bognár Andrással, aki az új Enekvártett nagybőgőse, duó dalokat áthangszerelni, népdalokat alapvetően egy kicsit tovább gondolni. Törekedtem rá, hogy ez egy nagyon intim, nagyon emberközeli megszólalás legyen, hogy úgy kapjuk meg a népdalokat, amiben még talán nem hallotta a közönség. Én nagyon szeretem emberközelivé hozni ezeket a dalokat, és azt üzenni a mostani generációknak is, hogy ezek mind-mind rólunk szólnak. Nagyon érdekes jelenség most az itt és mostban az, hogy mi történik a népzenénkkel, a hagyományainkkal. Van egy bizonyos rétege a népzenészeknek, akik elsiratják a múltat, és töprengenek a jelenen. Én inkább megélni szeretem ezeket a pillanatokat, megélni azt, amit 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt a hagyományos kultúrában nem gondolati szinten, hanem sokkal inkább az érzésvilágból, a sejtszintű zenével való kapcsolódásból hoztak létre, és én ebben a formációban ezt a fajta alkotói szabadságomat tudom megélni a népzenei forma nyelvben. Minden évben egy ilyen van. Egy hetet tudunk annak dedikálni, hogy csak és kizárólag világzene szól a színpadokról. És először próbálkozunk ilyesmivel. Egy nagyszerű színházi társulat és egy számunkra ismerős nagy világzenész, muzsikus Dress Mihály zenéje a Forte társulat előadásában is megjelenik vasárnap este. Izgatottan várjuk még a hátralévő napokat. Ez a 6. fesztivál, ez tényleg az eddigi legkiemelkedőbb, azt gondolom.